Kifejezetten most a mobiltelefonnal való fényképezésre fókuszáltunk, mert az mindenkinek van, az mindig kéznél van, azt mindig használják. Tehát már egy DSLR fényképezőgép már az ára miatt is, komolysága miatt, azt nem mindenkinek van, nem, vagy ha van is, nem hordozza bárhová, mert nehéz is, értékes is, nem iskolába való, stb. Tehát a mobil mindig kéznél van. És azért már, ahogy láttam, hogy milyen eszközeik vannak, tehát hogy jó minőségű mobiltelefonokkal, tehát amelyekkel már jó minőségű képeket, egy csomó kézi beállítást is tudnak állítani, tehát ilyen mobiltelefonjaik voltak, úgyhogy megpróbáltam ebbe segíteni elsődlegesen, hogy az automata dolgok, amit ad az eszköz, az hogyan tudja ő felügyelni például, hogyan tudja világosítani, sötétíteni a képet már fényképezés közben, vagy kompozíciónál, hogy hogyan változik meg egy kép attól, hogy ha lentről fényképezi le ugyanazt, vagy fentről fényképezi le, vagy oldalról, tehát a szemszögváltás, akkor, hogy milyen fényeket használunk, kemény fény, tehát süt a nap, vagy mi van akkor, ha be van borulva az idő, vagy ha egy osztályterembe fényképezünk, hogy változik meg a téma, álló vagy fekvő formátumban fényképezzük le. Tehát, hogy csupa olyan dolgot, ami látszólag banális, és mindenki ezt használja, de nem tudatosan. Tehát, hogy nagyon furcsa volt, és ezt mindig megtapasztalom, amikor azt mondom, hogy na választhatok fekvő meg álló képet, és akkor jönnek rá, hogy ja, hogy ezt már előtte választani kell, mert nagyon sokszor csak automatikusan úgy fordítja a telefont. De nem tudatosan, hogy ő állóképet akar, vagy fekvőképet. És akkor újra a korosztályokhoz érkezve. Amikor én tanultam, ugye nekem is úgy az volt az első kérdésem a tanáraim, mestereimtől, hogy jó, hát itt nézzük a jobbnál jobb fotográfusokat, a világhírűeket, persze mindenki világhírű akar lenni, hogyha művésznek áll, hogy akkor így honnan tudta, vagy hogy talált magára, vagy mi ez a téma, vagy mi ez. És egy nagyon-nagyon fontos mondatot tanítottak meg, és akkor ez az első, és ez, szerintem ez ilyen bibliai tétel, az alkotás első tétele, hogy mire figyelsz. Tehát bármikor, tehát most mondok egy ilyen nagyon konkrét példát, ez nagyon fontos, szeretek keretezni. Most nézzétek meg csak ezt a fényt itt a táblán. Na most, miközben én beszélek, én már látom, hogy ahogy közeledek, egyre nagyobb leszek, a távolodok egyre kisebb, tehát ez már itt egy kép. Tehát mindig minden kép, tehát hogyha elkezdesz erre figyelni, és akkor az, hogy mire figyelsz azon kívül, az így azt jelenti, hogy nem csak nézel, hanem látsz. De ez tanulható. Tehát egyszerűen leáll az agyad arra, hogy itt van ez a tábla, és akkor csak sajnos az lenne az igazi, hogyha én itt fényképeznék, és megjelenne ott, de például most tudok csinálni egy olyan kompozíciót, pedig itt vagyok egy osztályteremben, semmi extra történés, ugye? És készíthetek már is egy képet, elvont kép, absztrakt képet. Nem muszáj éles legyen a kép, hogyha annyira közel kell mennie hozzá, hogy már nem tud éles képet csinálni a mobil, hanem hogy kép legyen, tehát egy olyan elvont dolog, amit egy ilyen hétköznapi, dögunalmas dologból ki lehet hozni, mert mindenből ki lehet hozni. És ha megtanuljuk, hogy a dögunalmas dolgokból kihozzuk a legtöbbet, akkor ami izgalmasabb téma, akkor biztos, hogy tudsz azzal dolgozni. Elismerjük körülbelül, mert hogy ez a kulcstartó. Viszont az irányok, amik még bele vannak téve, tudja, tehát az agyad meg az ismereteid által elkezded azonosítani, hogy ez valószínűleg egy iskolában, egy pad, mert ceruzanyomók, stb., de nagyon érdekesek ezek a vonalak. Tehát sokkal absztraktabb, sokkal több többlet tartalmat kap a képed, mint az előzőnél, hogy kulcstartó. Nem tudom úgy kiemelni, hogy egy kulcstartó is, hogy felállítottam a kulcsot is, és ugye a háttér is. Egy kicsit nem hogy azon van a lényeg, hogy a kulcs. Így van, és izgalmasabb a kompozíciód, és semmi más nem történt, mint szemszöget változtattál. Itt fentről, itt meg egyszerűen közelebb mentél, és oldalabbról, és egészen ugyanaz a tárgy megváltozott, és még a fénnyel nem is játszottunk. Nagyon jó, hogy az élesség az itt van,
és az előtérben is életlen, és a háttérben is, és ez azért jó, mert általában elkövetjük azt a hibát állóképnél, hogy az előteret üresen hagyjuk, és akkor az meg unalmas, tehát hogy ott nem történik semmi. Viszont ha életlen az előtér, akkor ezt az ürességet már is megtöltöttük azzal, hogy nem arra figyelünk oda egyből, hanem maga a tárgyra, amiről szól a kép. Így egymástól halmozott, és utána jön egy másik kerekforma, amivel megint dinamikussá teszed a képet. Eléggé jól be lehet csapni az agyunkat, csak meg kell tanulni, hogy hogyan. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszik. És nagyon tetszik még az, hogy ilyen pasztel, tehát minden ilyen pasztelesen épül. Tehát, hogy nagyon szépen ez a szürke, kék, fehér, a háttér, ez a szürke, és a köröknek a különböző iránya. Több millió képet készítenek naponta az emberek, vagy lehet, hogy milliárdot is, nem tudom, rengeteget. Viszont ez nem látszik a képek minőségén. Tehát, hogy sőt, szinte már unalmasnak is mondhatók mondjuk olyan időszakokhoz képest, mint amikor mondjuk az analóg világát éltük. Tehát, hogy ez egy érdekes mérleg, hogy itt vannak ezek a nagyon jó képességű eszközök, amikkel nagyon jó minőségű, nagyon jó képeket készíthetnénk, viszont mégis a látásmód, a meglátás, a valamire való figyelés, az, tehát magyarul a vizuális kultúránk, az nem lett fejlesztve, mert erre még például az oktatás nem igazán van felkészülve, miközben a gyerekek kicsi-pici koruk óta már ezeket az eszközöket használják. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy emiatt is van ennek ilyen kelletje, és azért is örülök, mert ez akkor azt jelenti, hogy nem elégednek meg azzal, amit automatán nyújt egy eszköz, mint a mobiltelefon mondjuk, hogy azzal fényképeket készítsenek, hanem tudni akarják, hogy hogyan lehet még jobb a képeket és egyedi képeket készíteni. És ez viszont meg ez egy jó jel, mert ez azt jelenti, hogy érdeklődőek is igenis fejlődni szeretnének. Ezt itt, ha megvágod ilyen így, akkor ez egy nagyon izgalmas, nagyon jó kép. Ezzel most nem tudsz mit csinálni, tehát hogy nem tudok a fényképezőgéped, a mobilod ilyen vékony képet csinálni egyből, hanem utólag megvágod. Rögtön olvastam, mennyi működik az agyunk. És onnant utána, ha elolvastam, akkor már elkezd asszociálni az agyat, hogy ez milyen márka ismeri vagy nem, de ezt nagyon gyorsan csinálja, mint egy program. De így működünk, és aztán nagyon későn kezdem el nézni magát a képet, és de hogy az írás az, amit először észreveszel és elolvasol. Ceruza, de nagyon érdekesen fákja, csomó asszociációm jön vele. Tehát azzal is lehet játszani, hogy valamit lefényképezzel bizonyos szempontból, szemszögből, de aztán úgy döntesz, hogy izgalmasabb, ha megfordítod, vagy a fejére, tetejére állítod, vagy jobbra-balra forgatod a képet. Próbáltam játszani a fénnyel, a nappali fénnyel. És most, hogy láttam, akkor itt igen, is az nálad is, hiba, igen, pontosan, hogy meg kell zavaros. Tehát meg kell vágnod, mert ez itt nagyon zavaró. És akkor meg el kell dönteni, hogy a képből melyik a leghasznosabb rész. Hát nyilván ez a fény, és maga ez a textúra. Vagy tovább játszol vele, és addig mozgatod, és átjössz ide, mozgatod ezt a kis tárgyat, és úgy komponálod meg, hogy ne legyen a háttérben semmi, tehát lehet, hogy kicsit döntened kell, és akkor viszont izgalmasabb, mert még látszanak ilyen a formáknak a vonalvezetése. Akkor az Instagram oldalra foglalkoztunk, olyan Instagram művészeket, fotoművészeket mutattam meg, akik kifejezetten egy új vizualitást hoznak létre, és csak mobiltelefonnal fényképeznek, nem emlékképek, hanem kifejezetten kortárs fotoművészeti alkotásokat hoznak létre, egységes vizualitással, képszerkesztéssel. Tehát ezekről is beszélgettünk, pont azért, mert a többi oldalt azt megtalálják, tehát az, hogy ki hol nyaralt, abból sokat vizuálisan nem fejlődünk, de hogyha megmutatunk egy olyan művészt, aki kifejezetten az Instát arra használja, mint egy galéria, egy életmű létrehozására, az hasznos tud lenni abban, hogy bátrabbak legyenek, kísérletezőbbek, és vizuálisan sokkal-sokkal erősebb, absztraktabb világot, saját világot hozzanak létre.